Sziasztok! Sándor falván horgászom, és itt egy gyönyörű, majd 3 kilós pontja merítőbe. Ez a második pontja, egy órája sincs, hogy horgászok. És azért gondoltam, hogy csinálok gyorsan egy élő videót, mert tényleg egész télen horgáztam itt, és az ember sok mindent tapasztal, így ha sokat horgászik. És ugye ez egy egyesületi víz, ami ősszel telepítettek utoljára, holnap jön a tavaszi telepítés, és még mindig nagyon szépen lehet fogni, és látjátok, hogy semmi nincs szinte a tálcámon. Van egy kis benzár, 2 mm-es ilyen pellet mix, még be se paníroztam, és ez egy halas jellegű, tehát ez egy pellet mix. Tehát ez egy teljesen halas jellegű dolog, amihez édes csalikat tettem, a kolormixet és a csoki narancs bikolort. Ez a csoki narancs bikolor, és itt a kolormix, amit azért szeretek nagyon a Wafters konkurs Wafters-ek közül, ez egy nagyon jó versenycsali lesz, ami, mert benne van minden szín, nem kell túl sok dobozt kirakni, van nálam háromféle aroma, eperes, csoki narancsos, meg egy krilles, egy kis csonti, amik időnként így tavasszal szeretek egyet-egyet mellé tűzni, és ami nagyon fontos, hogy hogy hát hiába egyesületi víz, azt látom, hogy a pelleteket most már mindenütt megeszi a hal. Valószínű a túlgazdaságokban is egyet többet kapnak, tehát nyugodtan lehet a pelletmixekkel mindenütt horgászni. És nagyon jó helyben tartják a halakat, sok apró szemcse, dolgozik vele a hal, ott marad a kosár körül, és gyakorlatilag mindenütt tudok vele most már halat fogni, még azt sem lehet mondani, hogy na ez egy egyesületi víz, kevés halas víz, pedig ez tipikusan az, és mégis remekül működik a pellet mix. Itt egy újabb, szép, szintén olyan 2,5-3 kiló körüli pont, egy kicsit kerekebb, mint az előző volt, de akkor ez jó alkalom arra, hogy még mutassak valamit. Ugye 40 grammos kosárral horgászom, egy 40 grammos benzár kosárral, és 57 méterre, de ezt hajszál pontosan meg tudom tenni, mert olyan botot használok, és ez a 360-as konkurs metód féderbot, ami ugyan nem egy maradt egy Ryobi Slam féder orsó, de az már ugye régebbi darab, de ez a 360-as bot, ez a 360-as bot annyira tökéletes, igaz, hogy nem számít az olcsó kategóriába, tehát ez egy 70 ezres bot, de hát akinek ilyen botja van, az a 360-assal úgy 80 méterig, a 390-essel pedig, hát igazából a dobótechnika kérdése a határ, hogy meddig lehet eldobni, simán tudunk 100 méter fölé is horgászni, és azért, ha ilyen bot van, hogy látjátok, én is egy bottal pecázok, megoldom pontosan a pecát, és még onnan is ez a bot, tehát kihozza, mutatom mindjárt a kis 14-es szakál nélküli horgot, talán jobban látszik, mert süt itt a nap már nagyon. Ráteszem még a tenyeremre is, tehát egy nagyon pici horogról van szó. Egy szakál nélkülű Excalibur Round Fader horogról. És ez a pici horog, ez a nagyon jó bot, simán innen 57 méterről is, de télen itt ugye láttátok sokszor a képeket, közben engedjük vissza őkelmét, 100 méterről is fogtam pontyokat ugyanezzel a ugyanezzel a technikával, ugyanúgy a 14-es horoggal, és soha nem volt gond. Tehát egy jó bot, az ennyit jelent. Inkább egy jó bot, mint hogy két bottal horgásszak. És ott valahol bent, 57 méterre az egyik fa csúcsát nézve, ott van az etetésem, ami most még ugye csak egy metódkosaras etetés, tehát nem etettem rám a bordással sem,
Csak az elején egy kicsi sűrűbbre dobáltam, másfél órát horgáztam, és három szép pontjom már van. És most a merítéskor bemertem már kapcsolni a kamerát. Hát azt hittem, hogy már nem fogok újabb videót készíteni, de hát ezek a halak ma nagyon tudják a dolgukat. Gyönyörű. Egy kicsit lazítanom kell a zsinoron, közben megtartom, hogy eltörjön a bocspice. Jó, ide teszem a botot. Megmentettük a töréstől azért a drága spiccet. Hú, és hát ez egy gyönyörű, legalább 4 kilós tükörpont. És mondom, ez a víz, holnap lesz tavaszi telepítése, mert már kezdtek közben ott a csoki narancs pellet a szájába a halnak. Ez a bikolor. Hát mindjárt szedem ki majd a horgot és engedem vissza. Csak még annyit tényleg el akartam mondani, hogy ez a gyönyörű hal. Még az előző hét, mert ez így gyakorlatilag a 8. pontjon ma 3 óról szaladt, egy olyan vízről, ami egyesületi víz, és úgymond már le van horgászva, egyedül vagyok kint, mert már nem akar kijönni senki kb., hanem majd várják a holnapi telepítést. És ez nem azért van, hogy szoktam én is itt is betlézni, nem azért van, mert én most zseni vagyok, vagy bármi ilyesmi. Nyilván csak nagyon gyakorlott a sok verseny, a sok peca, évi 180 horgászat után tudja az ember azt, amit mindenki, hangsúlyozom, mindenki meg tud tanulni, aki horgászatra adja a fejét, és ez pedig az, hogy ha sokat gyakorlod, odafigyelsz a pecára, pontosan dobálsz, jó etetőanyaggal, jó bottal horgászol, akkor ez mindenki számára elérhető. És a hétköznapi hobbi horgászatok is olyanok lesznek, hogy nem ritka lesz az, amikor olyat betlizik az ember, hogy hát semmit nem fog, vagy rosszul érzi magát a tóparton. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egyébként is a metódpeca a legkönnyebben megtanulható, és némi pontosság, jó minőségű etetőanyag, csali, pellet, jó bot, és ez lesz a következménye bárki számára. Tehát egy ilyen merítőfej a gyors pecákhoz. Nagyon hasznos. Nem kell mélyre nyúlni. Gyorsan vissza lehet vele engedni a halat, illetve könnyű beletenni a haltartó hálóba is, ha például versenyen vagyunk. És megfelel minden előírásnak és szabálynak. Szóval ez egy jó peca volt a mai. Még dobok valamennyit. Lehet, hogy megjön a 7. vagy 8. pont is. De ha nem, akkor is. Ez szép nap volt Sándorfalva.